Szevasztok srácok, Csipi vagyok, és szerintem ez az utolsó heti feladat itt a FIFA 18-ba, illetve ez lesz az utolsó Squad Battles Reward átvételes videónk is. Most először átveszem a heti feladatokért járó pakokat, aztán majd együtt fogom kibontani ugye a Squad Battles Rewardokkal. Négyet csináltunk meg, ugye lőj 20 gólt Squad Battles-be ezen a héten, ugye egy Premium Gold pakkér. Aztán World Class-on kellett ugye nyerni 3 meccset Squad Battles-be, de ugye be van glitchelve a FIFA, tehát akármilyen nehézségi fokozaton nyerhetetek, és akkor is megadta ezt a Tourer Gold Players pakkot. 8 meccset kellett játszani, Premium Gold pakkér. És ugye 5-öt kellett nyerni. Nagyon egyszerű feladatok, szerintem nem lesz több ilyen heti feladat a FIFA-ba, hogyha igen, akkor nem tudom, hogy meddig. Szerintem ez az utolsó Squad Battle lesz is ezen a héten, tehát nem lesz több ilyen videónk, srácok, FIFA 18-ban. Nézzetek meg, hogy mennyire alacsonyak a rangok, tehát már 9700-nál járunk, és gyakorlatilag ezzel 12.000 ponttal majdnem elit hármasok vagyunk. Úgyhogy most itt vágok egyet, aztán majd hétfőn átveszem a Squad Battles Rewardokat. Srácok, Csipi vagyok, és kezdjük a hetet egy Squad Battles Reward átvételes videóval, bár most vegyesen lesznek a mai napon szerintem. Ugye a FIFA 19 SBC videók, ugye az OTV SBC-nek a videói, illetve ez a Squad Battles Reward átvételes videó, meg lehet, hogy lesz valami FIFA 15-ös is, majd még kiderül a mai nap folyamán. Srácok, ez az utolsó Squad Battles, amit itt nyomtunk a FIFA 18-ba, ettől a héttől átállunk a 19-re. Lesz majd egy kis 19-es Squad Battles Reward átvételes videó is, de a hétvégén csak 4 meccset nyomtunk, szóval az csak azért, hogy a folytonosság meglegyen, tehát ilyen dokumentum jelleggel fogjuk azt föltenni szerintem a mai napon, ugye a 19-es Squad Battles Reward átvételes videót. Nagyon ki van halva a FIFA, nem is tudom, tehát ilyen 20.000 ponttal már simán Elite 3-ba voltunk nagyjából, vagy 20 nem tudom hány ezer ponttal. És most nagyon kíváncsi leszek, hogy lesz-e még Squad Battles ezen a héten. Igen, lesz. Tehát akkor a Squad Battles az marad, nem hal ki a FIFA 18-ból, viszont akkor onnantól kezdve, hogy nincsen ugye featured squad, tehát ez a kiemelt csapat elleni mérkőzés, onnantól kezdve már ugye nem számít igazából bele ez a FIFA 18-ba. Igazából már a 19-ben van akkor már a normális Squad Battles. Remélem, azt most értettétek, tehát akkor marad ez a mód marad, tehát mindig lehet játszani itt a FIFA 18-ban a Squad Battles, csak ugye már tök értelmetlen, hiszen mindenki már a FIFA 19-et nyomja, úgyhogy mi is ezt fogjuk nyomni. Nagyon ki fog halni ez a Squad Battles, tehát ilyen minimális rangokkal már szerintem, sőt, a végén nyomunk egyet, és megpróbálunk bejutni ide a top, nem tudom, egybe vagy a top 100-ba, majd egy pár hónap múlva. Minden esetre amit még észrevettem, hogy ugye a videó elején láttátok, hogy átvettem a heti feladatokért járó rewardokat, és ahogy néztem, a heti feladatok is akkor benne maradnak, meg a napi feladatok is benne maradnak a FIFA 18-ban, azokat nem veszik ki, most, hogy már a FIFA 19, mert hiszen ugyanazokat a heti feladatot kaptuk ezen a héten is, ugyanazokkal a díjazásokkal, tehát ezeket is most átveszem, és aztán kibontjuk az utolsó ilyen Squad Battles reward, meg heti feladatos pakkadagot, de ezek szerint akkor most már gyakorlatilag folyamatosan ezek a heti feladatok lesznek itt a FIFA 18-ban, tehát szerintem hetente, vagy lehet, hogy majd havonta kapunk újakat, vagy mindesetre most a két utolsó hét ez megegyezett teljesen, tehát lehet, hogy ez fog ismétlődni. Na hát rohadt sok pakkunk lett. 17 pakkunk van, kezdjük ezekkel a fosokkal. Bronze pakk. Van benne egy rare játékos. Ugye maradt majdnem 800.000 coinunk a FIFA 18-ban, ugye itt 400.000, meg ugye 400.000 a draftolósakkon. Azt majd egyszer egy pár év múlva, hogy a FIFA 15-ben is majd el fogjuk pakkozni. Vagy lehet, hogy veszek valami játékost. Egy szont kinéztem már, hogyha lejjebb megy az ára, bár már nagyon nem fog lejjebb menni, de lehet, hogy veszek egy szont, hogy valakit. Bár szerintem már felesleges, inkább majd lehet elpakozzuk. Láttam ott még egy Gold Reward pakot, ó, kettő is van, azokat átveszem. Úgyhogy azt hittem, hogy kihal a, tehát hogy megszűnik a Squad Battles, és ugye ugyanúgy, ahogy a
Weekend Liga itt a FIFA 18-ban, de nem, ezek szerint a Squad Battles marad, ameddig le nem lövik a szervereket. Úgyhogy ezt nyomhatjátok, srácok, hogyha még nincs FIFA 19-etek, de mi akkor most átmegyünk a FIFA 19-be ezek után. Tényleg ez még egyetlen egy videónk lesz a FIFA 18-ról, ahol bemutatjuk a transz, és bemutatjuk a teljes klubunkat. És ott megmutatjuk a csapatokat, megmutatjuk a játékos állományokat, hogy mik maradtak meg a játék végére, meg ilyesmi, és akkor azzal le is zárjuk. Nyitogatom ezeket a Tourer Players pakokat, és akkor azzal a videóval szerintem a hétvégén lezárjuk a FIFA 18-at egy ilyen csapatbemutatóval, hosszabb videóval, ahol majd mesélek, hogy milyen SBC-ket csináltunk, meg megmutatjuk az összes csapatot, a játékosokat, és ugye beszélek arról, hogy végül is mit csináltunk, mit éltünk el a 18-ban, hogy ez alatt az egy év alatt mi történt itt a YouTube-on velünk. És akkor tényleg most már átmegyünk a FIFA 19-ben, hát ez mind a kettő nem eladható volt. Ugye már kellett csinálnom ilyen Gold Upgrade SBC-ket is, mert annyi duplikét játékosunk volt, mert nem fért volna fel a transferre senki. De ahogy akkor mondtam, itt már nem nyomjuk tovább a Squad Battles-t, és nem nyomjuk tovább a heti se a napi feladatokat. Úgyhogy hopp, és végére nyitok egy informat. Ez egy... Areola, ugye ez is megvan. Egyébként nekünk, tehát ez is duplikét lesz. Nyitottam még egy Areolát, ezt meg a legszebb megmutatom LOL. Azt mondom, ez nem eladható, vagy eladható? Nem tudom. De ugye van egy belőle fönn már a transferen is. Ebben is egy board. Végre. Így, hogy már halott a FIFA, nyitok egy kehilt. Mind a kettő duplikét. Nyolc pakk, ebből egy Tourer Players pakk. Ez beglitchelt. Na nézzük, van-e itt 5K-s pakk. Premium, 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 Jumbo Rare, Premium, Gold Players pakk. Hát akkor menjünk innen. Ebbe semmi. Jó, lesz az a sok cucc majd pár év múlva, amikor már kihalt teljesen 18, és kicsit 18-hozni akarunk, akkor ezek nagyon jól fognak jönni. Egyébként ez a sok szerződés, meg a sok fitness, a sok játékos. Ez is beglitch. Nézzük következő pakkot. 7,5K-s. Ez is beglitchelt. Esküszöm, a Tourer Gold Players pakkba jött a legjobb idáig, ugye? 1000 coin. Na, utolsó 4 pakk itt a FIFA 18-ban. Ezt láttam, hogy beglitchelt.
Három pak van már csak vissza, srácok. Nem glitchelt be. És egy 85-ös Fernandinho-t nyitott még itt a legvége előtt. Ez ugye nem walkout, the board. És melyikkel? Na ez nem is volt rossz pak. Jó, rengeteg duplikét. Ugye ez a Squad Battles rewardos pakkok. Ez is egy board. Na ki ez? Egy Farman. Nem, egy Bauman. Neuernek örültem volna. Persze Neuer megvan nekünk. Klein. És akkor utolsó pak itt a FIFA 18-ban, srácok, egy Premium Gold Players pak. Ez se glitchelt be, minden három bordos, lol. Insigne. Ja, egy 87-es Insigne, egy borddal zárjuk, srácok, a FIFA 18-at. Lol. Egész évben nem volt ilyen szerencsénk egyébként a Squad Battles Revival-ban. Most, hogy már a játék halott, persze jönnek a jó játékosok. Elég vicces. De most már akkor jutójára végighallgatom ezt a zenét. Majd megnézem, hogy hány játékosunk van. Ilyen nagyobb értékos lehet kipörgetek egy ikonás BC-t valamikor poénból, valamit, amiben nem kell ikon. Na jó van, srácok, hát ennyi lett volna az utolsó Squad Battles részünkről itt a FIFA 18-ba. Az utolsó heti feladatok, az utolsó pakkok. Egyetlen egy FIFA 18-as videót láthatok majd akkor még, ahol bemutatjuk a klubot. Hogyan végeztünk, mit tudtunk összeszedni itt a FIFA 18-ba. Láttok majd még egy-két FIFA 15-ös videót, hiszen a FIFA 15 hamarosan ugye meg fog szűnni, hiszen lelövik a szervereket, úgyhogy ott is csináltunk egy-két videót még, de utána már kőkeményen csak a FIFA 19-el fogunk foglalkozni. Ha tetszett ez a videó, dobjatok rá egy lájkot, Csipi voltam, szevasztok!